örömmel látjuk, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat erre az eseménynek. Többen még valószínűleg nem tudjátok, hogy kik is vagyunk és mik a céljaink. Ezzel kapcsolatban szeretnénk most egy kis információval szolgálni nektek. Néhány hete, pontosan május 10-én létrehoztunk a Facebookon egy csoportot, amelynek tagjai fiatalok és tapasztaltak egyaránt. Van néhány közös jellemző. Elhatároztuk, hogy nem nézzük tétlenül, amint a város elsüpped a kilátástalanságban, hanem tetrekészségünkkel, önkéntes munkánkkal felbúzdítjuk a többi lakost is. Példát mutatunk a környezettudatosságunkkal, a szociális problémák iránti érzékenységünkkel, és ezeket a problémákat nem csupán távolról szemléljük, hanem megoldást keresünk rájuk, és meg is oldjuk. Mivel egy vegyes csoportról van szó, azt is elhatároztuk, hogy semmiféle politikai vagy ideológiai nézet nem állhat közénk, és bizonyítjuk, hogy az együttműködés minden körülmények között lehetséges. Fontosnak tartjuk, hogy segítsünk másoknak különleges adottságaik, tehetségük kibontakoztatásában. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a személyes kapcsolatok ápolásának, kiépítésének, ezért nem csupán az interneten, hanem személyes kommunikáció segítségével is felkeresünk hasonló gondolkozású embereket, úgy a környezetünkben, mint külföldön. Hangsúlyt kívánunk fektetni a gyermekek oktatásának és nevelésének alternatív lehetőségeire, akár csak a régi közösségek újragondolására. Hajlamosak vagyunk optimistán tekinteni a jövőbe, és nem értünk egyet a médiában elhangzó pessimista és cinikus nézetekkel. Figyelemmel kísérjük egy nemzetközi mozgalom, a kulturális kreatívok munkásságát, akikkel már több ízben is felvettük a kapcsolatot, és akik inspirálják tevékenységünket. Ezek volnánk mi, a Krea csapata, amelynek első alapítóülésén május 27-én 14-en vettünk részt, akik a mostani alapító tagok. Belut András, Boldogi Olivér, Bosetti Adrianna, Ecsek Andrea, Hausleitner Franciska, Kovács Dávid, Kovács Gábor, Németh Henrietta, Piffer Robert, Saróka Richard, Stefankovics Péter, Varga Ferenc, Varga Tamás és Zsákovics Mátyás. Természetesen bízunk benne, hogy ezzel a 14 emberrel csupán valami kezdetét vette, és még nagyon sokan csatlakoznak majd kezdeményezéseinkhez. Röviden ezekről is beszámolnék. Többek között azt tervezzük, hogy a közeljövőben olyan parkfelújítási mozgalmat indítunk el, amelynek köszönhetően városunk zöldövezetei kellemesebb, pihentetőbb időtöltést tudnak majd nyújtani felnőttnek és gyermeknek egyaránt. Szeretnénk olyan kerteket is létrehozni a városon belül, amelyek azon kívül a látványosak némi hasznot is termelnek majd a lakosságban, illetve össze is kovácsolják azt. Tervezzük, hogy újrahasznosító akcióba fogunk, amivel szeretnénk példát mutatni a szelektív hulladékgyűjtés területén. Kulturális események szervezésében is részt kívánunk venni, úgy a szervezés, mint a kivitelezés terén. Ezekhez várjuk a további tagok csatlakozását. Mindezt összefoglalva, új szint szeretnénk vinni a város életében, és ehhez olyan embereket várunk köreinkben, akik ötleteikkel, lelkesedésükkel, támogatásukkal, munkájukkal ezt előre tudják mozdítani. További információhoz juthatunk az interneten a www.krea.vs oldalon, illetve a tagokon keresztül. Most pedig a fogadalmak útjáról. A világon számos helyen megvalósítottak már hasonló ötletet, kerítések, kapu, falak kerültek meglakatolásra, és a lényeg abban rejlik, hogy fogadalmunkat egy lakattal pecsételjük meg, és a kulcsát a kútba dobjuk. Most mi is szeretnénk fogadalmat tenni, mindazok a célok és elképzelések mellett, amelyeket elhatároztunk. Kívánjuk, hogy a kút szelleme segítsen minket terveink kivitelezésében.
érzés.